Kurdi Zsófia, a kettes pályán Kerecsen Gellen, a hármason Túr Tivi, a négyesen Stankovics Anna, a ötös pálya Kardos Viktória, a hatoson Ferenci Fanni, a hetesen Lavár Eszter, a nyolcason a Debreceni Sportcentrum sportiskola osztója Zelei Lili. A második előfutamban a kettes pályán úszó Molnár Flórát szabálytalan forduló miatt kizárták. Nagyon szoros lesz a befutó, hiszen a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os pálya, főleg a 4-es és az 5-ös pálya nagyon egymás mellett, fej mellett. Most talán a 4-esen úszó Stankovics Anna vezet, akár már egy fél testhosszal is, és a célban ő van elsőként, egy 13-21-jel. Mennyire? 18-78. Az utolsó előfutam következik részletes mellőszállásban az egyes pályán Böszörményi Borbála, a kettes pályán a kerekész Tina, a hármason Török Eszter, a négyes pályán.